please also welcome on stage our referee of those next two quarterfinals. Rasprich megjött közben. Miközben egy ajánlattal élnék Füzi Ádám irányába, a PDC Hungarian Fan Club adminisztrátora. Ádám, ha kideríted nekem, hogy mi ez a, ez a cseddal, amire bevonult Démon Heta, akkor egy kartonsörre a vendégem, vagy ezt komolyan mondom. Hűha, de lovagies felajánlás. Hát, nem, tehát nincsen időm ennek utána járni, ez komoly, tehát, de annyira ilyen fülbemászó, bár mondjuk az énekhang az hagy kívánni valót maga után, de én kíváncsi lennék erre a zenekarra, aki ezt a muzsikát megírta. Hallottam már egyébként én szláv meg török metál zenét is, tehát azért, sőt van Japánban is metál zenekar, úgyhogy, de erre most erre nagyon kíváncsi lennék, úgyhogy Ádám feladat jó. Adott, várom a válaszodat. Na, a sisak az maradt, azt látom. Most a cseh jégkorong válogatott mezét azt nem hozta be. Heta viszont ilyen repi pólókat röpített a szurkolók közé megint. Igen, egyébként pont a PDC Hungarian Fan Clubon olvastam a hozzászólásokat, hogy ez a bevonulásos mizéria Hetánál azért nem mindenkinél nyeri el a tetszést. Eléggé kontraproduktív. Vannak, akik egy indokolatlan bohóckodásnak tartják ezt. Ez egy olyan dolog egyébként, és én magam részéről nem is kívánok mélyebben belemenni ebbe a vitába, kinek mi tetszik, tehát kinek mennyire van alacsonyan, illetve magasan az inger küszöbe, ki az, aki ezt még mókásnak tartja, ki az, aki azt mondja, hogy tényleg ez teljesen fölösleges. Szerintem belefér. Én is úgy gondolom, hogy egyébként ez egy show elem, elvégre azért vannak ott a nézők, hogy szórakozzanak, jól érezzék magukat, ha most Démon Heta még egy ilyen kis plusz produkcióval hozzá akar ehhez járulni, akkor tegyen nyugodtan. Egyébként erre csak magára a felvetése, hogy ez bóckodás Démon Heta részéről, csak annyit tudok mondani, hogy Peter Wright és a galopp szögdelés ugye a színpadon, vagy Dirk van Dijvenbode veretése a tuc-tuc zenére, tehát mindenkinek van valami kis sajátossága. Heta ezt most így oldja meg, lelke rajta, nekem tetszik, szimpatikus, jókat mosolyogok rajta, amikor ezt csinálja. Hát figyelj, de jöjjön el Budapestre is, és járjon palotást. Én azt kívánom. Nehéz elképzelni? Hallod? Vagy csárdást? Inkább csárdást. Inkább csárdást. Inkább csárdást. Egyébként vigyázz, hogy mit kívánsz, mert még a végén eljut hozzá ez a kérés, és megcsinálja. Tehát... Egyébként képes rá. Nekem mondjuk a fűnyíró tetszett eddig a legjobban. Az mondjuk tényleg zseniális volt. Százas Claytonnal, ő még nincsen kiszállón. Ebben a szezonban, European Tour fordulókban már kétszer is összecsaptak egymással, ez a harmadik. Így van, és viszont mind a két alkalommal a legjobb 16 között találkoztak, ugye. Szép. És megvan a 149-es kiszálló közben, nem hagyja Heta, hogy végigmondjuk a monológunkat. Ugye mind a két alkalommal a legjobb 16 között találkoztak az Austrian Darts Openen, illetve a Belgian Darts Openen is, és mind a két alkalommal Clayton tudott nyerni, mind a két alkalommal 100 fölötti átlaggal. De Heta jobb az örök mérlekben, mint ha azt láttam volna. Viszont igen, összességében Démon Heta még mindig 6-5-re vezet, úgyhogy szerintem most ő is azért nagyon rajta van azon, hogy 7-5-re módosítsa kettejük egymás elleni párharcának állását. Közben gyorsan felrajzolom magamnak a 149-es kiszállóját is Hetának, ami már a 45-dik volt a mostani tornán. Hetának pedig a 4. 100+-osa volt, hogy a délután folyamán 3-at is elhelyezett a táblában Kim Heibrecht ellen, egy 133-ast, egy 110-est és egy 105-öst. Igen, ott is jó mélyről jött vissza a bizony, belga. Bizony, nagyon nagyot küzdött. Heta behúzta az utolsó leget, előtte az ír Slevint verte 6-2-re az ausztrál. Clayton pedig Van Dijvenbode ellen 6-3, Clairemaker ellen könnyebb feladat 6-1. Nagyon formán kívül játszott Clairemaker. Claytonnak marad a 107, Hetának nem lesz meg a 170, csak kerekíteni tud. Esetleg egy tripla 18, nem, ott marad a tripla 20-ason és marad a 30 pont, az se rossz mondjuk. Nézzük, hogy Claytonnak megy a 107. Tripla 17, megvan, dupla 18, ott van! Neki is egy 100+-os, tessék! Pazar kezdés. Beindult az adokkapok elég korán.
Claytonnak ez a harmadik 100 pluszosa volt, 121 és egy 101-es mellett. Ugye csütörtök este ő még a Premier League-ben szerepelt, ott egyik jelenleg továbbjutó helyen van, röviddel a zárás előtt, Johnny Clayton. 180! És Nathan Espinellel fog majd mérkőzni, aki követi őt az ötödik pozícióban. Hát az egy nagy adok kapok lesz. 140. És ugye azért van egyszerű helyzetben Clayton, mert idézőjelesen neki elég csak, és itt az idézőjel a csaknál, elég csak megnyerni a meccset. 180! Egymás után a második, tehát még kim van a 9-es táblácska. 7-3 nyila most igazán nem érdekes. Na és akkor Johnny Clayton. Megvan a 7-dik! A 8-dikat rontja el. Egyelőre ő járt a legközelebb egy 9 nyilashoz. 89-es dobás marad az 52. Na, tehát még gyorsan kiegészítve a Premier League kapcsán, hogy ugye Claytonnak idézőjelesen egyszerűbb a dolga, mert neki elég csak legyőznie Espinelt, Espinelnek viszont be kell jutni a döntőbe, hogy megelőzze Claytont. Dupla 16, megvan. Gyönyörű 11 nyilas játék Johnny Claytontól. És egy 140. Ádám, bocsi, nem te nyerted a sört. Van, aki korábban megadta jó megfejtést. Köszönöm szépen Méder Kornélnak, elküldte nekem a linket. Az az együttesnek a neve, figyelj, Kabát. Konkrétan ez a neve. És Brosime Noze, vagy Brosime Noze, vagy Noze a dalnak a címe. Köszönöm szépen Kornélnak, akivel egyébként eléggé hasonló a zenei ízlésünk, ugye nem meglepő, hogy ő rátalált erre a csodára. És neki mi jár? Hát természetesen a sör, a karton sör. Na, hát ez jó. Hát csak azt kell megbeszélnetek, hol adod át. Hát figyelj, ma találkoztunk a nemzeti bajnoki fordulón. Jó, úgy, hát akkor. Lehet, hogy találkozunk majd a következőn is, akkor átadom neki. Százas. Csak Kornél, írd meg azt is, hogy milyen sört vigyek. Hát csesőr, gondolom, nem? Az túl kézenfekvő lenne egyébként, hogy valamit csesőrt vigyek. Bár mondjuk én nem vagyok nagy sörszakértő, én is nem fogyasztom. Legyen szlovák, azt látni, bazsány. Hogyne. Na, 141-re. Nincsen meg a tripla úszi, nem lesz meg a kiszálló Claytonnak ebben a körben, marad a 84 pont. Na, még egy 100 pluszos. Tripla 18. Nem jön. Vissza tripla úszó, de megint nem jön a tripla, úgyhogy 52-t hagyhat a... 14. Bull. És akkor a bullacska. Nem. Itt az első hibája Claytonnak a kiszállón. Kerekítő a helyén, hátától dupla 20, vagy dupla 20, dupla 16, és elsőre megoldja. Szerencsére nem hallotta, hogy mit mondtam, mert lehet, hogy megzavarodott volna tőle. Remélem, Mornál Laci reflektál erre valamit. Biztos lehetsz benne. 2-2 az állás, és Heta kezdi a leget. És milyen jól. 134. Kiszállója addig tökéletes Hetának. Másik oldalon majdnem tökéletes Claytonnak, 3-2. És Heta jelenleg 101 fölötti átlaggal tündököl. És ezzel lehet javítani is. Így nem, 100. Így inkább rontott rajta. Igen. Néhány századot. 140 Claytontól. Ezt tudtuk, hogy a tömegelési a probléma nem lesz egyik oldalon sem. Clayton a 12. Heta a 4. kiemel, de a világranglistán Clayton áll előrébb. Alá, meg fölé.
az sem jó, 59. 170-re lehet áll. Nem jó, nem lesz meg. 60, 110-et hagy. Ilyen Clayton. És ugye Clayton jelenleg az élő ranglistán a hetedik. És egy esetleges torna győzelemmel amúgy megelőzhetné Luke Humphreyst, és ez biztos, hogy így történne, tekintettel arra, ugye, hogy egy ágon vannak. Tehát Humphreys, hogyha Clayton megnyerni ezt a tornát, az azt jelenti, hogy Humphreys kikapott az elődöntőben, és úgy 548 ezer fonttal állnak, Clayton pedig 549.250-re jönne fel. Ez messze volt a befejezéstől, mindössze 60. Na nézzük, az előbb Heta is elvétette az első kiszálló hibáját, dupla 15-ön, most kell egy hetes kerekítő, és akkor a dupla 4-re kettő nyila is van. De egy is elég neki. 3-2-re vezet az ausztrál. Kicsit izzasztó leg, de megvan. Zsebre tette. 4/3-as a kiszállója jelenleg így Hetának. Egyébként összejöhet még a tavalyi döntő is, a Humphreys cross mérkőzés. Bizony. 58. Humphreys ellenfele tehát Peter Wright, majd a következő mérkőzésen. Hát én azt is nagyon-nagyon várom. Megmondom őszintén, amikor megláttam a délutáni mérkőzésnek az eredményét, és megláttam, hogy Peter Wright közel 102-es átlaggal győzte le 6-3 arányban Danino Pertet. Mondjuk egy pár évvel ezelőtt egy ilyen információ nem lepődtem volna, meg most azért egy picit meglepődtem rajta. Igen, és érdekes, majd előzetesen Humphreysnak adnak valamivel több esélyt Wright ellen, ugye éppen ez, amit mondtál. Pillanatnyi állapotok alapján ez teljesen reális értékelés a fogadóirodák részéről. Elnézést kérek emiatt a Peter Wright szurkolóktól, de akkor is az az igazság. Nincs meg a 161, de kerekítés, ez remek, remek. Bizony marad a 24 pont. Tehát közel van az egyenlítéshez Clayton. 180! Hetának pedig megjön az első maximum. Dupla 12. Második nyíl a helyén. 3-3. ...60%-os kiszállózáson Clayton, tehát a checkout mind a két oldalon kifejezetten jónak mondható. Átcsúszik az egyesbe, így 81. Ha Heta hozta volna magával a tegnapi naphoz hasonlóan a bevonulásnál a hoki ütőt, akkor mondhatnánk azt, hogy ütős kis meccs. De egyébként így is az, tehát egyelőre nagyon ott van a színvonal. A sisakot magán hagyta volna és úgy dobna. Szabályellenes. De igen. Semmilyen fejfedőt nem lehet használni? Nem. PDC eseményein teljesen tiltva vagyunk. Igen, kiszállók. Nagyszerű adatok. 140. 200 pluszos az elején előtték, kíváncsi vagyok, hogy jön-e még ebből valamennyi. 180-asból pedig jelenleg 3 darab van. Heta nagyon okosan lent kezd 19-esen. Most fog felváltani tripla 20-ra, de nem találja el a triplát, úgyhogy nincsen kiszállón. Clayton. Előbb érkezik meg kiszállóra ezzel a tripla ússzal. 124 a vége. Hetának egy 171-es kör most nagyon jól tudna jönni. Maradjon a 36 pont, az már nem lesz meg. De a 140-nel megvan a 67. Na Clayton, ő alapból mindig rámegy a búra, hogyha ha szüksége van rá, ha nem. Most is rá fog menni, de nem találja el. A zöld terület nem elég, a piros kellett volna, 67-ről Heta. 18, dupla 16. Bum. És megvan. 4-3.
Volt már ugye break mind a két oldalon, 1-1, de most Hetának ez egy nagyon-nagyon fontos leg volt. Én ezt a 1-1 breaket a harmadik, illetve negyedik legben elhasználták, azóta mindenki tartja a saját kezdését. És ez az állapot jelen pillanatban Damon Hetának kedvez, hiszen ő kezdte a mérkőzést, ami azt jelenti, hogy egy esetleges döntőleg esetében is ő lenne pálya előnyben. Damon is Hetanski. A letelepelet itt Prágában. Befogadnák szerintem. Simán. Az biztos, hogy a nézőket maga mellé állította Heta. 140. Egyébként a European Tour fordulókon már megtapasztalhatták azt a játékosok, hogy nem egy rossz elképzelés, nem egy rossz hozzáállás, hogyha a közönséget valamilyen szinten maga mellé próbálja állítani a játékos. Kevesebb fügykoncerttel meg ússza úgy a találkozót. Bár azért hozzá kell tenni, hogy a cseh közönség is méretetlenül sportszerű. Szorványos fütyök voltak, amikor a cseh játékosok ellen játszottak a nem cseh játékosok. A Bull megint nem jött Claytonnak. És Hetának ugyanez a feladat, és ráadásul ugyanazon a módon tud végigmenni, nem, de a nincsen a tripla 17-es akkor, a helyén. Akkor is értem-e Bullról beszélni. Tripla 16-tal próbálta volna folytatni, hogy maradjon a 36, így viszont Clayton egyenlíthet. 9-es a helyén, dupla 8, dupla 4, és az ott van. 4-4. 15 nyilas játék volt. 44%-os hatékonysággal kiszállózik Clayton, 80%-kal Heta. 140. És ugye kezdetét vette az a szokásos két nyert legig tartó mini meccs, amit 4-4-es állásnál el szoktunk sütni. Olyan egyforma jelenleg. Olyan, mint hogyha magyar dalszik a csoportkört játszanának. 180! Csak egy kicsit nagyobb színpadon, meg több ember előtt. 100, kicsit lemaradni látszik most Clayton. Egy tripa megint jön. Sőt, 140. Sőt, fantasztikus játék. Igazából majd, hogy nem mindegy is, hogy Clayton mit csinál. Ezt. 140 marad a 121, de hát ez egy olyan állás, egy olyan helyzet, amit jó esélye csak 9 nyilassal lehetett volna ütni. 16. Még egy mondom dupla 16. Mondom én, de ahhoz meg kellene oldani a Hetának a duplát. És meg is oldja. Igen, 12 nyilas játék. Ez ellen kellett volna a 9 nyilas, de hát az most nem jött Claytontól. Úgyhogy 5-4 az ausztrálnak. Hát kb. Hasonló helyzete Claytonnak, mint az előbb Csisznának. Tehát két leget kell nyerni egymás után, és ebben kell lenni egy breaknek is. Igen, csak annyi a különbség, hogy ugye Csisznának előbb kellett a break leg, és a döntőleget ő kezdhette. Itt viszont Claytonnak előbb kell a saját kezdését hoznia, és azt követően döntőlegben kellene elvennie hát a adogatását. De jó úton halad a Velszi az egyenlítés felé, igen. 140. Pontos ilyenkor a hátsó pályára legalább egy két triplás kör. Egy 60-as kör után Hetánál. Clayton szórja. 140 megint. Egyes. Hát, Heta ezt szép lassan elengedheti. Neki már lélekben a döntőlegre kell felkészülnie. Megvan a tripla, dupla 8. Az nincs. Nincs, de jön vissza még a Velszi. Hát itt is lassan fölkészülhetünk egy döntőlegre. Így meg aztán végképp. Konkrétan 6 nyila lesz még mindig Johnny Claytonnak, hiszen nincsen kiszállón Damon Heta. Nem létezik, hogy ennyiből nem oldja meg Clayton ezt a dupla 8-at. Dupla 4-et kell most. Dupla 2-t. Na, az már ott van. 5-5. És milyen érdekes, hogy ahhoz képest, hogy 4 nyilat elrontott, 4 nyilat eldobott a kiszállóra, és abból egyet ugye nem rontott el.
Johnny Clayton, még így is 15 nyilas a leg. De az utolsót Heta kezdi. Egy triplával, 97. Nem biztos, hogy elég lesz. Nem ilyen tripla kell. Megállás. Na, ez jelent valamit, egy kicsit oldalra sasszézik, de nem dobja be, 60. Rossz kezdés Hetától. Csak akkor rossz, hogyha Clayton bünteti. Már pedig nem bünteti. Nem. Ráadásul 346 pontot hagyott, ami azt jelenti, hogy neki kelleni fog kettő kör innentől számítva, hogy kiszállóra tudjon megérkezni. Bár ugyanez igaz Hetára is, mivel csak egy százas dobott. Megint csak egy 60-as a Velszinek. Elúszhat a mérkőzés. Körömrágós befejezés lesz, ez már biztos. A váltás az már jó. És úgy néz ki, hogy most már állandó jelleggel rendetlenkedik az eredményjelző, le is kapják inkább a biztonság kedvéért. Van másik. 148-ról Heta akár be is fejezheti. De ha nem fejezi be, akkor sincsen nagyobb baj, hiszen Clayton nincsen kiszállón. Váltás 18-asra, nem jön tripla, 92 marad. Na Clayton, kellene a tripla, kellene a tripla, nem jön, sőt, szektorhiba van helyette. Heta 92-re, na kíváncsi vagyok, hogy így, hogy Clayton azért kiszállón van, mit választ, rámegy a tripla úszra, vagy inkább azt mondja, hogy bull. Ahogy elnézem, tripla 20-ra néz. Megvan! Kettő meccs nyíl! Még egy! Nem. És nincs meg! Nem, de bravúr kell Claytonnak a győzelemhez, így is. 141-re egyszer már megvolt a tripla 20. Most ott is van. Megvan, tripla 19. És megint elhibázza a tripla 19-et. Dupla 8, újabb 3 meccs nyíl Hetának. A legrosszabb leg a mérkőzésen, a hetedik kört kezdjük. Hetedik. Figyeld! Hú, de rossz szó vicc volt. Ó, dupla 4. Még két esély. Még egy, dupla 2. És nem! Azt is elhibázza. Nem! Ez tényleg az idegek harca. Vissza Claytonhoz, ez ő sem gondolta volna. Megvan a 20-as, dupla 16, még dupla egy nyíl. 8, és nincs ő is elrakja! Nincs meg! Hát ki tudja lezárni, fiúk? 8. kör. Dupla 2. Hát máskor edzésen valószínűleg behuny szemmel is bedobja Heta, de ez egészen más környezet. Nagyon messze, alatta. Nagyon. Ki is kellett állni. És az már benne van! És elnézést kér Damon Heta. Hú, ez a vége, ez tényleg az idegek harca volt, igazi double trouble. Le is mentek az átlagok. Hetánál 92,91-re. A kiszállózása 43%-os lett végül, míg Claytonnál 94,99 a körátlag, és 33%-os a kiszállózás. Úgyhogy a negyedik kiemelt tovább jutott, és megint egy picit nőtt kettejük örök mérlegében a különbség az ausztrál javára, most már 7-5-re vezet összesítésben Johnny Clayton ellen. És hogy ki lesz az ellenfele? Jön egy skót kétszeres világbajnok, vagy a tavalyi European Tour szezon egyik legjobbja, a jelenlegi első számú kiemelt Lukán Fries? Ezt majd a szünetet követően megtudjuk.